Horoscsák János a nevem, és június elején volt lehetőségem egy nagyon szép horgásztavon szerencsét próbálni. A horgászvíz neve Pozsártó. Érdekes víz, gyönyörű környezet, segítőkész személyzet, és nem utolsó sorban persze szép és erős halak. Sajnos egyedül pecáztam, mert a horgászbarátaim nem tudtak társulni. Így egymagam végeztem a kamerázást, fárasztásokat és mindent, amit egy ilyen pecán szükséges. Voltak, mint kiderül a kis videóból, dupla kapások is, amikor egyszerre két pontyot egymás után sikeresen a bölcsőbe tudtam juttatni.
Gyönyörű halacska. Hú, jól küzdött, nagyon küzdött. Hú, szépen néz vissza. Divaj erős hal. Itt küzdök vele már vagy 20 perce. Leültem a kis székre. Nem tudom, ki fáraszt jobban, ő engem vagy én őt. Vagyis én sétáltatom. Körözik, körözik, hát... Jó, hogy a másik kettő nincs kapás. De volt már olyan van, hogy egyszerre kettő fáradt. Na jön a segítség. Ponty, semmi különös, de én már annyira belefáradtam. Ma vagy a tizedik hal. Igen. És már a derekon nem bírja. De az utó volt, ami nagyobb vagy, nem? 16 körül volt, pontosan nem volt már elő lemérni, csak így satszoltam. De alig tudtam kimenni. Nekem csípő protéziseim vannak, tudod, nekem nagyon nehéz. És a haverom nem jött el, hát most kicsit be vagyok csapva, mert egyedül horgászni az nem jó. Hát igen. Az nem jó. És kamerázok is közben, meg fényképezek, meg filmeket csinálok. Hát nem nagy, de nem tudom, honni van annyi erejük. Erősen. Meleg van. Tisztem utána, nem tudom, hogy ennyi kell lesz ide. És... Gyönyörű vagy, csak ficánkodó. Ficánkodó. Mész is vissza szépen. Fogtam ezt a gyönyörű pontyot, 18 kg és 20 gram, de nem tudom egyedül lefilmezni, annyira nehéz vele bánni,
súlyos kis pontyocska. Hú. Hát ez van. Szép. Gyönyörű.